A házigazda mezőtúri református egyházközség nevében a 150. Zsoltár szavaival nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik ma este eljöttek virágvasárnapi filmzenés orgona koncertünkre. Dicsérjétek az Urat kürtben, éneklésekben, hegedűkben, lantokban, hangos muzsikában, sípokban, orgonákban és szép zenékben. Örvendjetek az Istennek! Csendesedjünk el, hajtsunk fejet és fohászkodjunk most a zenekarért és ezért az estéért. Urunk, sokat készültek a zenészeink arra, hogy ma este a zeneszárnyán elvigyenek bennünket különféle világokba. Arra kérünk, áld meg az ő áldozatos munkájukat. Te adj szimfóniát, összhangot közöttük, hogy a zenéjük elérjen a mi szívünkig, lelkünkig. Kérünk, Urunk, nyitogasd a mi lelkünket a ma este elhangzó zenékkel. Amen. Most szeretném felkérni Mezőtúr város polgármesterét, Szűcs Dániát, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt lelkész elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mezőtúr város önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit virágvasárnap estéjén. Örömmel hallottam lelkész elnök úréktól azt a hírt, mely szerint a tavalyi nagy sikerű koncertet követően idén is megszervezte a Református Egyházközség ezt a nagyszerű koncertet. Én szeretném megköszönni azoknak a zenészeknek, akik itt vannak velünk ma este, és minden bizonnyal az elmúlt évihez hasonlóan egy nagyon nagy élményben lesz része minden kedves hölgynek és úrnak, aki a ma este itt van a gyönyörű református nagy templomunkban, és szeretném megköszönni a mezőtúri református egyházközségnek, hogy idén is megszervezte ezt a rendezvényt. Mindig örömmel jövünk, azt gondolom, ebbe a gyönyörű templomba, különösen akkor, hogyha olyan nagyszerű eseményeknek lehetünk szem és fültanúi, mint minden bizonnyal a mai orgona koncert is. A nagy hét kezdetén azt kívánom a kedves jelenlévő mezőtúriaknak, hogy a jövő heti húsvéti hétvégén töltsenek minél több időt szeretteik, barátaik körében. A mai estéhez nagyon jó szórakozás, jó kikapcsolódást kívánok mindenki számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Kedves megjelentek, felfigyeltünk mindannyian, ahogyan a mozifilmek előtti fanfár elhangzott a koncert nyitányaként. Egy közismert hollywoodi film stúdiótól a stúdió neve 20th Century Fox. Olyan világhírű filmek kiadója, mint a Reszkessetek betörők, a Titanic, a Star Wars vagy az Avatar filmek. A most hallott zenét Alfred Newman írta, aki 9 zenei Oscar-díjat nyert élete során. És most következzen a mai este első filmzenéje. A Robert Zemeckis által 1994-ben rendezett Forrest Gump egy megindító, romantikus mese. Egy ártatlan amerikairól, aki pont abban a korban élt, amikor Amerika elveszítette az ártatlanságát. Savanna városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump IQ-ja nem szárnyal az egekig, de rendkívül becsületes és jólelkű fiú. Különös véletlenek hozzá segítik, hogy az 1950-es évektől 1970-ig Amerika minden jelentős eseményén részt vegyen, és minden jelentős személyiséggel találkozzon, köztük Elvis Presleyvel, Kennedyvel és Nixonnal. Forrest elvégzi a főiskolát, harcol Vietnámban, élsportoló lesz. Az egyetlen probléma csak az, hogy túl buta ahhoz, hogy megértse ezen fontos események jelentőségét. A film 6 Oscar-díjat érdemelt ki. Köztük a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb férfi színész díját. Oscar jelölésig jutott a zenéje is, amelyet Alan Silvestri komponált.
Most a főcím zenét fogadják szeretettel. James Bond, más néven a 007-es ügynök, egy kitalált brit kém, akinek a figuráját Ian Fleming író alkotta meg 1953-ban. Bár eredetileg a regények által vált híressé, James Bondot azonban a legtöbben azon filmek sorából ismerik, amely eddig 25 produkcióból áll. Bond feladata leginkább nagyhatalmú, kiterjedt bűnözői szindikátusok és azok vezetőinek a likvidálása, akik világuralomra törnek, vagy a világot jelentősen befolyásoló, sötét üzelmekbe kezdenek, illetve olyan dúsgazdag mágnásoké, akik az anyagi helyzetükből fakadó hatalommal visszaélve, szintén globális monopóliumra törnek saját érdekeltségükben, gyilkosságoktól és egyéb bűncselekményektől sem visszariadva. Az agresszoroknak mindig van kapcsolata az alvilággal, és általában ellenséges titkosszolgálatokkal. Így Bond képességeire van szükség a problémák megszüntetéséhez, főleg mivel a legtöbb esetben diszkréten kell azokat megoldani. Jellemző még a történtekre, hogy Bond útja legtöbbször a nagyvilági luxusba is elvezet, mivel rendszerint a kulcsemberek ezekben a körökben forgolódnak, de Bond ott is abszolút otthonosan mozog. A világhírű filmzene Monty Norman és John Barry közös szerzeménye. Lépjen színre tehát most a 007-es ügynök, akinek bemutatkozása szerintem mindannyiunk fülébe cseng. My name is Bond, James Bond. Thank you.
Következik egy 2017-es musical film, a Szépség és a szörnyeteg legszebb betét dala. A történet régi, mégis időtlen. Egy kis francia falucskában él egy káprázatosan szép, megejtően bájos és okos fiatal leányzó Belle, akit szabályosan üldöz szerelmével a jóképű, de durva lelkű törtető Gaston. Egy napon Belle apját fogjul ejti a környéken magasodó kastélyban lakó retteget szörnyeteg. Belle gondolkodás nélkül feláldozza magát, hogy apját mentse, és önként besétál a szörny csapdájába. Ahogy telnek a napok, úgy ismeri és szereti meg egyre jobban a taszító külső mögött jó lelkűnek és nemesnek bizonyuló herceget. A különös, romantikus kapcsolat kialakulásában a szörnyetek kastélyának életre kelt tárgyai is segítenek. Belle, a teáskanna, a kis csészike, a gyertyatartó és a fali óra elbeszélései alapján megismeri fogvatartójának valódi jó oldalát. Lassan kibontakozó szerelmük azonban nincs biztonságban. A csalódott, dühös Gaston hadjáratot indít a szörnyeteg ellen. A musical zenéjét Ellen Menken szerezte, akit a tavalyi koncertről már ismerhetünk, ő írta az Aladdin zenéjét is. Mindkét filmzenével Oscar-díjat nyert. Kozák Júlia és a zenekar előadásában következzen a mesés szépségű dal, melynek címe A szépség és a szörny. Thank you.
A orgona koncert nem maradhat ki, az önálló orgona darab, és Johann Sebastian Bach. A zene fejedelmeként emlegetett, 1685. márciusában született Bach, G-moll, prelúdium és fúgája csendül most fel. Fúga nélkül nincs prelúdium. Mégis kérdéses, hogy Bach ezt a műpárt együtt gondolta-e ki, hiszen a prelúdium stílusában jobban hasonlít korai műveihez, mint a fúga. A prelúdiumot Bach közvetlen azután írta, hogy megismerkedett Buxtehudéval, aki, ahogy itt Bach is teszi, gondos, jól körülhatárolt tételekben építette fel prelúdiumait. A két tételes 535-ös jegyzékszámú orgonaművet templomunknak idén 170 éves, különleges hangzású komornyik orgonáján Gácsi László adja elő, fogadják nagy szeretettel.
A Rózsaszín Párduc egy amerikai média franchise, amely elsősorban vígjáték filmek sorozatára összpontosít, amelyekben egy ügyetlen francia rendőr nyomozó, Jacques Lusso felügyelő szerepel. A franchise a Rózsaszín Párduc című film megjelenésével kezdődött, igen régen, már 1963-ban. A főcím zenét Henry Mancini szerezte. A filmek által ihletett elemeket és karaktereket több médiumban adaptálták, beleértve a könyveket, képregényeket, videójátékokat és animációs rajzfilmsorozatokat. A sorozat első filmje egy rózsaszín gyémántról kapta a nevét, amelynek hatalmas mérete és értéke van. A gyémántot rózsaszín párducnak nevezik, mert a közepén lévő hiba, ha egészen közelről nézzük ezt a pici hibát, állítólag egy ugró rózsaszín párducra hasonlít. E gyémánt ellopása áll a cselekmény középpontjában. Ezt a kifejezést a sorozat összes következő filmjére használták, még akkor is, hogyha az ékszer nem szerepel a cselekményben. Az ékszer végül 11 filmből 6-ban jelent meg. A sorozat első filmjének volt egy animációs nyitó része, a Párduc karakterével elhangzott benne Mancini rózsaszín Párduc témája. Most ezt a témát mutatják be az est fellépői, fogadjuk szeretettel. Ha már azokat a nosztalgikus 60-as éveket emlegettem, egy másik film ebből az időszakból. Az Álom luxus kivitelben egy 1961-es romantikus vígjáték, amely humoros és gondolatébresztő. Holly, akit Audrey Hepburn színésznő alakít, reggelizés közben egyre csak a luxus ékszerbolt csábító kirakatát bámulja. Ez álmai ne továbbja. Hiszen 18 évesen otthagyta szülővárosát és férjét, hogy divatos frizurával és a rájellemző 40 centis szipkából pöfékelve meghódítsa New York előkelő világát. Adakozó kedvű kísérőkben, hóbortos partikba nincs is hiánya. Épp csak az érzelmeknek van szűkében. Mindaddig, amíg bele nem habarodik egy ágról szakadt, sikertelen íróba. Ahogy az előző percekben a Rózsaszín Párduc fődallamával, most ezzel a romantikus melódiával is az idén 100 éve született és 30 éve elhunyt zeneszerzőre, Henry Mancinire emlékezünk. Mancini négyszeres Oscar-díjas és többszörös Grammy-díjas amerikai zeneszerző. Közel 500 film és tévésorozat zenéjét szerezte,
és 90 lemeze jelent meg. Az Álom Luxus Kivitelbe című film zenéjéért és a filmben elhangzó örökzöld slágerért Oscar-díjat kapott. A címe Moon River. Szövegét így fordította Gál György István. Kék folyó széles hátadon, lágy vizeden siklik az álom. Ó, te csodás, szíven találsz, csodállak mindig, hogyha láthatlak én. Ha leülök ide melléd, a nagyvilág is itt elfér, fölénk feszül a tarka szivárvány, készülsz az útra már, majd útra kelsz újra, ó, kedves folyón. Ezt az angol keringők hangulatát idéző, jazzköntösbe bújtatott ikonikus dalt most hallgassuk meg hangszeres előadásban. Thank you.
Most elevenítsük fel az árulás és a nemesség epikus történetét, amely Westerosban játszódik, ahol a nyarak és a telek évekig tarthatnak, csak a hatalomvágy örök. A trónok harca következik, kitalálhattuk már a felkonferálásból, amelyet az HBO készített George R.R. Martin nagy sikerű regény sorozata a Tűz és Jég dala alapján. A Trónok harca című kötetből készült első évadot Magyarországon 2011-ben mutatták be. A sorozat 2019-ben a 8. utolsó évaddal véget ért. A történet egy elképzelt világ, Westeros és Essos nevű kontinensein játszódik, és rengeteg szereplője van. Három nagy sztoriszál húzódik végig a cselekményen. Az első a hét királyság feletti uralomért csatázó nemesi házak küzdelmeit mutatja be, a második a trón tengeren túl szervezkedő, törvényes örökösét követi nyomon, a harmadik pedig egy ősi, elfeledettnek hit ellenség közelgő támadását vetíti előre. A tél közeleg, mindannyian ismerjük ezt a mondást. A sorozathoz készült zenéket Ramin Djawadi írta. Az első évad filmzenéjét mintegy 10 héttel, tehát röviddel a premier előtt készítette el, jól sikerült. Djawadi a trónok harca minden nagyobb uralkodó házához, sőt egyes főszereplőkhöz is külön zenéket írt. Az évadok során ezek a dallamok kifejlődtek és akár fel is erősödhettek, mint például Daenerys Targaryené. A hozzá kapcsolódó zene viszonylag gyengén indult, ott inkább a Dracarys mondást ismerjük, de az évadok múlásával a zene egyre erőteljesebbé vált. Kezdetekben Djawadi egyetlen csellót használt Daenerys témájánál, majd fokozatosan emelt a többi hangszert is. A most következő főcím zenében Németh Kira játszik szólót csellón a zenekarral. Fogadják szeretettel.
A ma este utolsó műsorszáma következik, Sergio Leone klasszikusa, az 1968-as olasz-amerikai western, a Volt egyszer egy vadnyugat éteri zenéje csendül fel a következő percekben. Claudia Cardinale alakítja Jill-t, aki postán keresztül megy férjhez, ám mire a vadnyugati kisvárosba érkezik, Frank és bandája legyilkolja családját. Kiderül, hogy nagyszabású telekspekuláció áll a gyilkosságok hátterében. Frank megbízója fel akarja vásárolni a környék telkeit. A nyomorék üzletember számításába azonban hiba csúszik. Először is a gyönyörű özvegyasszony a történtek ellenére ragaszkodik a birtokához. A másik, hogy Jill oldalán Harmonika, a mexikói félvér, és Cheyenne, a szökött bandita személyében felbukkan két titokzatos figura segítőként. Ennio Morricone egyik leghíresebb filmzenéjét hallgatva utazzunk el gondolatban a vadnyugat hőskorába most. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. És mielőtt Marci Ernő megszólalna, szeretném elsőrenden neki megköszönni, Marci Ernő kántor karnagyunknak, akivel együtt sikerült megálmodni az első ilyen orgona koncertet filmzenékkel, és azóta is zenei rendezője, karnagya ennek az estének, és nagyon köszönöm a zenekarnak is, akiket név szerint most be fog mutatni, és a segítőket Marci Ernő kántor karnagyunk. Nagy tapsal majd köszönjük meg nekik is. Köszönöm szépen. Szeretném akkor bemutatni a mai zenekar tagjait. Kezdve a hölgyekkel, itt áll mellettem a legközelebb, Kozák Júlia. Ő énekelt és dúdolt nekünk ma este szép magas hangon. Székely Orsolya fuvolázott. És Radványi Noémi is fuvolán játszott ma este. Gyere nyugodtan! Kérem szépen a zenekar tagjait, hogy szép lassan jöjjünk előre, és mutassuk meg magunkat. Kánai Katalin érkezik első között. Ő klarinéton játszott. Klarinét. Igen, Éger Kata játszott. Triangulumon. Emlékszünk a rózsaszín párducra. Igen, azt hiszem a hölgyeket, majd igen. Németh Kira játszott cellón a Trónok harcában. És akkor sorrendben haladunk. Szőlősi Péter ült a basszusgitárnál. A doboknál Varga Ákos. Az orgonánál és egyéb billentyűs hangszereknél Gácsi László. Azt hiszem a mai este leghangosabb hangszere a trombita, Simon Norbert. Schiff Richard játszott szaxofonon, bariton szaxofonon. Igen, és most szeretném megköszönni a vetítés előkészítését és a filmek vágását Éger Ádámnak, ott ül elő. És köszönöm szépen a konferálást és az est lezárását is Mihalina László lelkipásztor úrnak. És köszönjük a technikai személyzetnek is, akik a hangosítást, a kamerákat és minden egyebeket itt biztosítottak. Nagyon köszönjük, nekik is jár egy taps, és az egész zenekarnak még egyszer. És a most elhangzott visszatapsolást remélve, az est fellépői készültek még egy zenével, ez lesz az igazi zárás valójában. Egy olyan közkedvelt és eddig 5 részből álló kalandfilm sorozatból, amely a legifjabbaktól az idősebbekig generációkat hozott lázba az elmúlt 20 évben. A 17. században a Karib-tenger, a kalózok birodalma volt, akik megfélemlítették az angol királyi flottát is. Az első részben az angol kormányzó lányát elrabolja a retteget kalóz Barbossa kapitány. A lány gyerekkori barátja és szerelme, Will, Elizabeth megmentésére indul, és ebben szándéka ellenére is kalózok segítségét kell kérnie. És az általunk jól ismert Jack Sparrow, a kalózok vezére, felfedi a kalóz kapitány és társai titkát. Will és Jack megkísérlik a lehetetlent, megszerezni a hírhet kalózhajót, a fekete gyöngyöt, megmenteni a lányt, és mellesleg megszerezni a világ legdrágább kincsét.
A második részben Jack Sparrow kapitánynak természet feletti kalózokkal gyűlik meg a baja. Kiderül ugyanis, hogy egy régi vérszerződés miatt még mindig adósa a legendás Davy Jonesnak, a repülő hollandi nevű szellemhajó kapitányának. Jacknek mihamarabb rendeznie kell a tartozását, különben örök átokra és szolgaságra ítéltetik. Az előző részben megismert Will és Elizabeth kénytelenek elkísérni Sparrow-t a nagy kalandra, és ez akár életük utolsó útja is lehet. Következik először a polipszerű, szerintem emlékszünk rá, Davy Jones orgona témája, amit a nagy hatalmas orgonán játszik a filmben, majd a Karib-tenger kalózai legismertebb dallamaiból összeállított egyveleg Gácsi László hangszerelésében, és a zeneszerző Hans Zimmer. Hallgassák szeretettel.